Ilyenre már nagyon régen és ritkán volt példa a gemenci nagydíj 45 éves történetében. Egy magyar élversenyző úgy nyerjen szakaszt, hogy olasz bringásokat előzzön meg a véghajrában egy nagyon kemény 165 kilométeres országúti verseny végén, amelynek a vége két 20%-os, illetve ehhez közeli emelkedővel volt tarkított, miután megérkezett a mezőny Szekszárd, Harc, Zomba, Kisdorog, Tevel, Kégy és újra Szekszárd útvonalon a Kálvária dombra. A két magaslaton való vitézkedés döntötte el az első szakaszt, az egyik legkiválóbb hegymenőnek számító, komoly mountainbike-os múlttal rendelkező Walter Attila javára. Minden nehezebb legyen, minél rosszabb az útviszony, nekem az annál jobban kedvez, hiszen a monti világából érkeztem, a hegyi kerékpár világából. Rengeteget dolgoztak értem a srácok, kaptam a frissítőket, a kulacsokat, mentek a szökésre nekem, így nekem csak egy párszor kellett előhelyezkednem, tudtam pihenni a mezőnybe, a végén pedig bejött, amit terveztem, és sikerült ellépni. Ismerem ezeket az olasz versenyzőket, és tudom, hogy nagyon jók, viszont azt is tudom, hogy a jó felkészüléssel, és ha fejbe elhiszi az ember, akkor meg lehet őket fogni. Ők azért nem az olasz kerékpársport csúcsa, de ők már elég neves emberek, úgyhogy nagyon örülök, hogy meg tudtam őket verni. Örvendetes módon folytatódott a szombati második szakaszon is a magyar fölény, ami már az elsőt is jellemezte, jelezvén, hogy tényleg egy reményteljes magyar új generáció a láthatáron az országúti kerékpársportban. Négy nagy tempójú sárközi körözés után, 100 km megtételét követően szintén négy szekszárdi dombvidéki emelkedővel és veszélyes lejtmenetekkel tarkított városi körözés következett, amit egy másik ismert magyar kerékpáros, Pelikán János nyert meg, nem olasz, nem cseh, nem más ismert kerékpáros nemzet képviselője, hanem az első szakaszon győztes Walter Attila érkezett másodikként a célba, szintén a Kálvária dombra. Kálváriára én elég gyorsan fel tudok azért menni, és most ezt kihasználtam itt a városi körözésben. Az utolsó előtti körben az emelkedő tetején akcióztam, és a lefelében síkon mentem egy időfutamszerűt, és aztán az emelkedőn is ami kifért, és sikerült megnyernem, és nagyon örülök neki. Az első szakaszba nem tudott beleszólni Pelikán János a dobogós helyezésekbe. Az első 140 nagyon rosszul éreztem magam, aztán az utolsó 20 kilométerre meg nagyon rendbe jöttem, és kiadtam magamból mindent, amit tudtam, de nekem az egy kicsit túl meredek volt ott a vége. Szóval ott Walter Atti ki tudta használni azt, hogy sokkal könnyebb, mint én, és el tudta nyomni. Négy magyar kerekes is volt az első tízben egy ilyen rangos UIC versenyen, és egymás között döntötték el tulajdonképpen a szakaszgyőzelmeket. Az elmúlt években éppen ennek ellenkezője történt a gemenci nagydíjon. Rengeteg világranglista pontot szerzett ezzel megint a magyar nemzet, ami kulcsfontosságú, mind a szeptemberi országúti világbajnokság kvalifikációja kapcsán, ami augusztus 15-én zárul, és a jövő évi olimpia kapcsán is nagyon fontosak ezek a világranglista pontok. A gemenci nagydíj főszponzora a nehéz időkben is a versenyt fölkaroló, mellé álló, azt megmentő Aliszka Bau ZRT képviselője is nagyobb örömmel adott át díjakat, külön díjakat a főszerepet játszó magyar kerékpárosoknak. Sokkal jobb érzés volt, főleg ez a dupla magyar győzelem, akár a tegnapi napot, akár a mai napot mondanám. Büszkék vagyunk nagyon Pelikánra, illetve Attilára is. Hihetetlen jó eredménye szerepeltek. Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló tendenciát tudnak letenni az asztalra. A főszponzor Aliszka Bau ZRT képviselője ezúttal is belülről a kulisszák mögötti történésekre reagálva kísérte figyelemmel gépkocsi vezetőként a gemenci nagydíj izgalmait. Én már harmadik éve vagyok akár zsűri, akár bármilyen más gépjárműnek a vezetője. Ez személyes kérésem volt mindig is a bizottság felé, hogy ha amennyiben lehetőségem van rá, akkor hadd vezessek, hadd vigyek bármilyen versenybírót, vagy akár partnert, mert sokkal jobb élőben végignézni a versenyt, sokkal jobb belenni a bolyba, és számra sokkal közelebb hozza a versenyt, kerékpár verseny, mint hogyha csak egy díjat adom, egy díjat átadok egy eredményhirdetés alapján. Két remek versenyt hozott kétségtelen az idei Aliszka Bau gemenci nagydíj nemzetközi országúti kerékpáros verseny.
ám a még több néző kicsalogatása miatt változtatni akar a július végi nem túl szerencsés időponton a szervezőbizottság. Az évek tapasztalata az jól mutatja, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Annak ellenére, hogy azért a sporttal és a sporttal kapcsolatos igények, most legyen az részvevői oldalról és nézői oldalról is, jelentősen változtak az elmúlt 10-20 évben. Ehhez mi megpróbálunk alkalmazkodni, és keressük a megfelelő utat, de azt gondolom, hogy jó úton járunk. Idő kell ahhoz, hogy az emberek visszaszokjanak, hiszen volt néhány év, amikor azért nehezebb időket élt meg a Gemesnagy kerékpárverseny, bízunk benne, hogy vissza tudunk oda jutni, ahol 10-15 évvel ezelőtt volt.